Július 29-én Nagy Mária selyemkép kiállítására várták az érdeklődőket a Devecseri Kastély Könyvtár galériájába. A megjelenteket Füstő Zsuzsanna, az intézmény igazgatója köszöntötte, majd Trombitás Veronika, a Devecseri Képzőművészkör vezetője nyitotta meg a kiállítást. Nagyon hosszú idő óta az emberiség keresi a boldogságot, és erre egy egész komoly iparág alakult, hogy a boldogság kutatásával foglalkoznak, mi okozza az embernek az igazi boldogságot. Van, aki a jómódba, a jólétbe, az utazásokba, a megfelelő társ megtalálásába találja meg a boldogságot, vagy gondolj végig úgy, hogy megtalálja a boldogságot. Van egy magyar származású, Amerikában nagynevű, meg világszerte nagynevű boldogságkutató, Csíkszentmihályi Mihály, aki azt mondta, hogy a boldogság tulajdonképpen egyetlen egy igazi mély dologra vezethető vissza, ha valaki talál olyan elfoglaltságot, amiben bele tud feledkezni úgy, hogy megszűnik körülötte a világ. Na most én úgy gondolom, hogy itt egy boldog emberrel állunk szemben, hiszen ezek az alkotások, amiket itt látunk a falon, az valószínű, hogy olyan tevékenység produktumai, hogy ebben az alkotó folyamatban belefeledkezik valaki. Itt a kiállítás megnyitó előtt beszélgettem a Máriával, és hogy tulajdonképpen ő 10 évvel ezelőtt kezdett alkotni, ezzel a témával foglalkozni, egyébként meg lelki dolgokkal foglalkozik a foglalkozása szerint, és neki ez a tevékenység, hogy kifesti magából az érzelmeit, a gondolatait, hozzák ezeket a képeket, és én úgy vélem, hogy a boldogságot is. Kiteljesíti a boldogságot. A maga a művészet, maga az alkotás tulajdonképpen erre épül. Van egy kultusz, amire ráépül egy kultúra, és ennek a kultúrának a megteremtése elmélyült tevékenységet igényel, és ez az alkotónak meghozza a boldogságot. Nagyon egyoldalú lenne, hogyha csak az alkotónak okozna el boldogságot, mert akkor mondhatnánk azt, hogy teljesen érdektelen is a dolog. Hát ő boldog, mi meg itt vagyunk. De az igazi művészet, az igazi alkotás, az tulajdonképpen kétoldalú. Van az alkotó, és van a befogadó. És ha az alkotó gondolatai, érzelmei, látásmódja, a világból alkotott véleménye valamilyen módon átjut a másik emberhez, és benne elindít hasonló érzelmeket. Mondhatnám azt, hogy bele tud feledkezni valaki az alkotás részleteibe, szépségébe, vagy összességébe rá tud csodálkozni, akkor ő is boldog. Tehát a boldogság olyan, hogy valamilyen úton, hídon, valami sugáron át egyik embertől a másikig elmegy. Na most ezek a képek tényleg olyanok, hogy függetlenül attól, hogy ki milyen foglalkozással, de milyen látásmóddal virulja mindennapokban, ha egy ilyen kép előtt megáll, ha nem is ismeri az alkotónak az életútját, nem is ismeri az alkotónak minden egyes rezdülését, de elindít benne egy gondolat. Ha megállunk, itt van egy főnix, jó, hát a főnix madár, mint motívum, ugye az ősi kultúrákból ránk maradt. Mindenkinek jelent valami. De hogyha Máriának a főnixét megnézzük, amelyikben bent van a páva, bent van a gyöngysor, bent van a spirál, a csigavonalba tekeredő faroktollak, na ezek megint egy olyan sajátos kifejezése a főnixnek, ami Máriára jellemző, a másik embernek még másképp jelenik meg a főnix, de hogyha ideállunk a kép elé, akkor valamit elindít. Például a csigavonal. Aki ismeri az ősi jeleket, azok tudják, hogy a csigavonal az a léleknek a szimbóluma, a halhatatlanságnak a szimbóluma, az öröklétnek a szimbóluma, mert a csigavonalban nincs kezdet és nincs vég, illetve a kezdet az a nagyon-nagyon ősi, a középpont, és hogyha nagyon matematikai
értelemben nézzük, akkor a pont az egy végtelen, és a csigavonal közepe az egy végtelen, az ősidőkben nyúlik vissza, és a csigavonal végtelenségig folytatható kifele, tehát befele is végtelen, kifele is végtelen, és mi az, ha nem a lélek. Na most ezt a csigamotívumot megtaláljuk az őskori agyagedényeken, az ősi szobrokon, megtaláljuk a görög meanderekben, megtaláljuk a zsidó oltár szarvakon, a magyar népművészetben, a keleti ázsiai kultúrákban, és mondhatnám azt, hogy univerzálisan mindenki tudja, hogy miről van szó. Mária azt mondja, hogy nem tanult ilyen jellegű dolgokat, csak valahogy belülről jön. Na most ezek annyira beleívódtak, ezek az ősi motívumok, ezek az ősi dolgok az emberiség tudatába ösztönösen előjönnek. Ez ugyanúgy ösztönösen előjön, mint ahogy egy képszerkesztésnél ösztönösen előjön a szimmetria, előjön az aranymetszési arányrend. Most éppen egy rajztábor közepén vagyunk, és ilyen témákkal foglalkozunk. Véletlenül most ezt is behoztam. De hogyha egy-egy képet megnéznénk, tulajdonképpen itt is megtaláljuk ezeket az ősi szerkesztési elemeket. Akkor is, ha alkalmazza az ember, akkor is használja az ember, hogyha nem kimondottan szándékos, nem kimondottan tudatos, de valahol belülről jön. Hát itt a selyemképek megalkotásánál is azt látjuk, hogy valamiféle kompozíciós elve mindegyik képnek van. Vagy egy körformába, hát tudjuk, hogy a kör az megint a teljességnek, a tökéletességnek a szimbóluma. Ősidők óta tökéletességnek a szimbóluma. Ebbe a körbe belejön a szimmetria, például itt ennél az ősfa, vagy nem is tudom mi, az életfája, amiben a múlt, a gyökérzet, a jövő, vagy a jelen a kiteljesedett lombozat, és a jelen meg benne az ember, illetve az ember pár, a férfinő együttesen. Olyan gondolatokat hordoz, ami ösztönösen jön, és nem kell hozzá ötoldalas értekezést írni, hogy valaki megértse. Most nem csak én gondolom ezt, szerintem, hogyha a képet megnézi valaki, hanem aki idejön, valami hasonló gondol, lehet, hogy nem ugyanígy fogalmazza meg, de hogy a gondolatiságában ez jön elő, az biztos. Nem véletlen, hogy a kínaiak is használták ezt a jelet, nem véletlen, hogy a magyar népművészetben is használják ezt a jelet, és nem véletlen, hogy a mostani festőművészetben is használják ezeket a jeleket. Mindenki érti, mindenki tudja, nem kell különösebben magyarázni. Különlegesek, érdekesek a témái is, mert hát annak dacára, hogy a selyemfestés az technikailag egy kicsit korlátozza az embernek a lehetőségeit, ugyanakkor felszabadít olyan utat, olyan kaput nyit meg az alkotásban, amit viszont a más technikák, egy oldalfesték vagy egy grafika nem tud biztosítani. Itt például ezek a nagyon finom színátjenetek, gyakorlatilag van párhuzama a festészetben, mert az akvarell festés ezen az elven alapul, csak itt a selyemnek a nemes anyaga, a színeknek a finom paszter, néha intenzívebb, de többnyire inkább pasztelizált anyaga, az egy sajátos, varázslatos hangulatot ad az egésznek. A természetes anyagok, és itt az előbb, a természetes anyagok azok egyébként is előhozzák az emberről ezt a vonzódást a tárgyak felé. Itt a kiállítás előtt beszéltünk róla, hogy egy valódi selyemanyagnak a testre öltése az mennyivel más érzést ad, mint hogyha valami új keletű anyagot visel valaki. Azok is jókat, de a természetes anyag, az ősi klasszikus természetes anyagok, legyen az pamut vagy selyem, vagy hát a selyemek egyébként is a nemes elvek közül való, azok már önmagába biztosítanak egy minőséget. Na most ezeken a selyem anyagokon a színvilág, ha megjelenik, még akkor is, ha nem figurális, valamit közvetít. Itt meg ráadásul figurális dolgok jönnek elő, amit finom kontúrokkal, finom
a sok színfoltból finom konturokkal kiemel. És hát ez nyilván, hogyha bármelyik alkotást megnézzük, a témájában, illetve a motívumkincsében természetesen a virágok, a növények, a természeti formák jönnek elő, sorakoznak egymásra, mint ahogyan a keleti kultúrákban is, az ősi kultúrákban is ezek megvoltak, és mindegyiknek a megjelenítése valamiféle szimbólumot hordoz. Érdekesek itt a horoszkóp jegyek, a szűz figurája, vagy a skorpió, azt hiszem a belül van, vagy a nyilas, meg nem tudom, még egy-kettőt, úgy tudom, nem a teljes sor van most itt a kiállításon. Növényfigurák, állatfigurák, imitamot megjelenik az ember, de tulajdonképpen a természetnek a gyönyörű, látványszerű formavilága, formakincse. Nem hiszem, hogy létezik olyan ember, aki ez ne varázsolná el. De most különösen egy művész ember. És hát a művészetnek egyszer örömet okoz a téma megtalálása, a gondolat, aztán akkor örömet okoz az, hogy ezen a témával megküzd az anyaggal, a technikával, a kompozícióval, tehát a technikai részletekkel, hogy az valami módon megjelenjen egy felületen, és harmadszor örömet okoz a befogadó közönségnek, akikben elindít hasonló gondolatokat. Ne találtam még inspirális arra, hogy én is megpróbálom a technikát. Mert ilyen is van, hogy valaki úgy indul el egy pályán, hogy látott valahol valami szépet, és hát én ilyet én is megpróbálok csinálni. Valószínű, hogy Mária is hasonló módon indult el a pályán, hogy valahol látott valami szépet, és elindult. És kikereste magának azokat a lehetőségeket, azokat a megoldásokat, amivel végül is ilyen anyagot tudott összehozni. Én mindenkinek tiszta szívből kívánom, hogy találja meg magának azt a tevékenységet. Legyen az festészet, legyen az fafaragás, szobrászat, vagy bármi olyan alkotó tevékenység, amiben igazából bele tud feledkezni, ki tudja kapcsolni a mindennapi, hétköznapi gondjait, és akkor boldog ember lesz. Mindenkinek kívánom szívből, és Máriának is kívánom, hogy folytassa, és saját magának is, meg hát a közösségnek is okozzon hasonló boldogságot vele. Köszönöm. Visszaadom a szót akkor Zsuzsa. Köszönjük szépen, mert a nagyon tartalmas gondolatokat, és köszönjük szépen, hogy bevezetted így a kiállítás megtekintését így a jelenlévőknek. Én pedig arra kérném még Marinkát, hogy egy picit engedje, hogy megismerjük őt, és egy picit meséljen magáról egyáltalán, ahogy megiklett téged egy-egy téma, hogy hozzányúlsz ehhez a technikához, hogy egy picit itt a devecseriek jobban megismerjenek téged. Hát, nagyon szépen köszönöm a bevezető beszédet, a megnyitó, tényleg mindent elmondtál, amit én mondtam volna, mert te is lélekből beszélsz, ahogy én lélekből festek, és ahogy te is lélekből vezeted ezt az intézményt. Úgyhogy hasonló gondolataim vannak, és köszönöm szépen, tényleg a lélekharmonizáló alkotásokról van szó. Körülbelül 10 évvel ezelőtt kezdtem el festeni. Egy védikus asztrológus mondta nekem, hogy fess sejemre, de én nem tudok sejemre festeni. Valószínűleg többet látott a horoszkópomban, mint amit én gondoltam volna magamról, de az biztos volt, hogy lépésről lépésre haladva megkaptam azt az önbizalmat, az önmagamba vetett hitet, hogy ki tudom hozni magamból azt, ami megszületni vágyik. Mert valójában nem én akarom ezeket az alkotásokat megfesteni, hanem valahonnan jön. És hogyha az ember engedi áthatni magát ezzel a valamilyen eszenciával, akkor a csodálatos alkotások születnek akár másfajta festészetben, vagy fafaragásban, vagy akár egy süteménynek a megkomponálásában, az is egy csodálatos alkotás az ember valahonnan. És nem úgy készíti el, hogy nem van vagy 3 deka ez meg, mert én soha nem is sütöttem, hanem mindig úgy, ahogy volt. Anyukám ugye mindig meg is jegyezte, hogy úszik a konyha lisztbe. De valóban a festmények is így
így fejlődik ki magukat, vagy mutatnak többet, ahogy én is jobban megnyitom magamat a lelkemnek, a képekben is több merészség, bátorság van, és olyan technikákra lelek rá, hogy próbálkozom, kísérletezek, hogy akkor mi lesz, hogyha utána még oda teszek egy vízpöttyöt, vagy nem is tudom, hogy szülem, hogy az ujjammal festem, ugye azt mondják a nagyok, hogy nem lehet sejemre, nem lehet így festeni, nem lehet úgy festeni. Ez nem igaz, mert próbálkozni kell, és hogyha az ember bízik és hisz magában, akkor nagyon sok mindenre képes, és ez az energia, ez sugárzódik az alkotásokba, és másokat is feltölt. Mert valójában mi a célja ennek az egésznek? Nincsen cél. Egyszerűen csak van egy ilyen öröm, és ez úgy is áramlik, ha én nem akarom adni, vagy nem tudatosan, hogy most aztán akkor erről van szó, hanem hogy rá kell hangolódni, és talán nem is a magyarázatok, hogy ez a szimbólum, és nagyon biztos, hogy a szimbólumok, ezek ősi jelképek, akár a runa jelek, vagy amiről te is beszéltél, ezeknek megvan az energiája, az ereje, a töltése, nagyon sok mindent át lehet alakítani ezzel az energiával, és hogyha az ember tényleg megáll egy ilyen alkotás előtt, egyszerűen csak hagyja hatni, hogy mi az, ami megfogja, vagy érez magában valamit, valami bekapcsol, vagy valamire rájön, vagy valami, az olyan dolog, amit nem lehet megmagyarázni. És egyszerűen csak hagyni kell, hogy hasson, hogy mit ad nekünk, és ennyi az egész. És nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek és megtiszteltek minket a jelenlétükkel, és nektek is köszönöm szépen.